A Nessangeri MB2 keleti csoportjának harmadik fordulójában a listavezető Viharsarki Gárda vendégeként játszottak rangadót Weber György tanítványai szeptember 1-én. A pontvadászat két 100%-os csapatának találkozóján együttesünk már az első percben veszélyeztetett, de hamar fejesen még elkerülte a csabai kaput. Az első percek kövesdi fölénye után kiegyenlítettebbé vált a játék, mindkét oldalon adódtak lehetőségek a gólszerzésre a jó irányú összecsapáson. A mérkőzés 25. percében egy kövesdi akció végén Bognár kapott remek labdát a 16-oson belül, és a fiatal középpályás egy igazítás után mintegy 10 méterről megszerezte a vezetést csapatunk számára. Alig 8 perccel később ismét Bognár volt a főszereplő, aki az első gólhoz hasonlóan mintegy 10 méterről kapásból lőtt a lilafehérek hálójába. A félidő hajrájában még tovább nőhetett volna a különbség a csapatok között, azonban a lehetőségek kimaradtak, így az eredmény nem változott a szünetig. Labdarúgóink a második játékrészben is ötletesen, lendületesen és felszabadultan futballoztak, ami újabb gólokat eredményezett. Az 52. percben egy baloldali beadás után Lipusz elé került a labda, aki gyönyörű mozdulattal varázsolta a játékszert a hazai kapu jobb felső sarkába. A gól után is lendületben maradtak élesék. Egy órányi játék után ismét a kövesdi drukkerek gólörömétől volt hangos a lelátó, ugyanis egy villámgyors kontra végén Lipusz indította hamart, aki a nagyszerű indítást követően előrevetődve fejelte a csabai kapuba a labdát. A két gyönyörű találat mellett Bogdány előtt is megnyílt a lehetőség a gólszerzésre, azonban a remek szóló végén Máté lelopta a lábáról a labdát. Az összecsapás utolsó negyed órája kapufazuhataggal kezdődött, miután előbb a Békés csabai akció végén Szántai ütötte ki látványos mozdulattal a kapufáról levágódó lövést, majd labdarúgóink a villámgyors ellentámadásból kétszer is megdöngették a vasat. A hazai gárda a nagy hátrány ellenére szimpatikusan küzdött, és ennek meg is lett az eredménye. A 84. percben egy látszólag ártatlan szituáció végén a játékvezető került reflektorfénybe, ugyanis egy helyezkedés során kialakult kisebb lökdösödés után a sípjába fújt és büntetőt ítélt a Békés Csaba javára. A 11-es irányát jól megérezte Szántai, azonban Leukuta jól helyezett lövését nem tudta hárítani együttesünk rutinos hálóőre. A viharsarkiak a találatot követően többször is megcélozták a kövesdi ketecet, és Pozsár szöglete után Balázs szép fejes góljával tovább faragták a hátrányukat, azonban ettől többre nem futotta az erejükből. Együttesünk éretten, bátran futballozott, és nagyszerűen használta ki a helyzeteit, így megérdemelten nyerte meg 4-2-re az élcsapatok rangadóját. A találkozó hajrájában megadott erősen véleményes büntető akár fordulópontot is jelenthetett volna a találkozón. Fordulópont egy volt. Lehetett volna, ha ez a mérkőzés még döntetlenre végződik, a 11-es. Hát addig azt gondolom, hogy egyetlen egy kapufát hozott össze a hazai csapat. Nekünk volt olyan támadásunk, amiben két lövésből két kapufa, de itt inkább arról beszélnék, hogy idegenben lőtt 4 gólunk mellett számtalan lehetőséget, helyzetet dolgoztunk ki, úgy gondolom ezt az egész mérkőzést kontroll alatt tartottuk és uraltuk. Ez egy ennyire gyönyörű sport, hogy 4-0 és a 83. percben egy ilyen felhozott 11-es így meg tudja változtatni a játékképét. Azt hiszem a világon bármely más csapatot is megzavarhatott volna, mint hogy minket megzavart, de hát onnan egy hősies védekező munkával megoldottuk, és hát azt gondolom, hogy ezt nem kell tovább ragozni. Egy óriási rangadót nyertünk, ami a továbbiakra hihetetlen lelki erőt kell, hogy adjon, mert valóban olyan dolgok történtek a pályán, amit megbeszéltünk. Minden olyan dologra, amit a Békés Csabáról tudtunk, jól reagáltak a srácok, és az ellenszerét is nagyszerűen hajtották végre. Úgyhogy ez a győzelem, ez ennek a ékes bizonyítéka, hogy fejben dől el minden, és most a csapat fejben nagyon ott volt. Weber György a mérkőzés előtti napokban feltérképezte a Békés megyei gárda játékát. A szakember a látottak alapján három fontos területre, illetve játékelemre hívta fel labdarúgóink figyelmét a mérkőzés előtt. Egy a Békés Csaba védőjátéka, egy a Békés Csaba támadójátéka és egy a pontrugásaik, amire külön felkészültünk. Igazából a Békés Csaba védőjátékát hatástalanítottuk a támadásainkkal nagyon jól, és azt a szisztémát, amit én egy DVD felvétel láttam, azokat is nagyon jól megoldottuk, nem tudtak mit kezdeni, mert ékes bizonyítéka, hogy akik ezt jól csinálták, azokat a szünetben lecserélte. Tehát előző mérkőzésen jól csinálták, azokat lecserélte a hazaiak szakvezetése. Úgyhogy ebbe benne volt egy nagyobb arányú győzelem is, de egyelőre ne legyünk telhet, bár én az vagyok, mert megesz a düh, hogy kaptunk 2 gólt, az egyikről nem tehetett a csapat. De most hagyom őket ünnepelni keddig, úgyhogy majd akkor értékelni, illetve hétfőig, bocsánat. És ez a, mondom, ez a győzelem hihetetlen mentális és lelki erőt kell, hogy adjon, hogy a elvégzett munka kijöjjön. Csapatunk három forduló után is 100%-os teljesítménnyel áll a bajnokságban.
Weber György gárdája győzelmével az első helyen áll a tabellán 9 ponttal, az egyaránt 7 pontos Szeged és Vác előtt. A Szolnok, a Nyíregyháza és a Békés Csaba legyőzése komoly lökést adhat a folytatásra együttesünknek. A sorsolás nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag talán a három csapat, amelyik nyíltan vállalta, hogy lehet akkor a feljutásért fog küzdeni. Itt az első 5-6 fordulóban egy körmérkőzés és mini bajnokság keretében az egymás elleni mérkőzést letudja. Mi letudtunk 2 idegenben, mind a 2 megnyertük, tehát gyakorlatilag innentől úgymond az fog dönteni, hogy a papírforma mérkőzéseken mit nyújtanak a csapatok, azok is borzasztó nehezek, tehát amik állnak. Úgyhogy innentől hazai pályán abszolút hozni kell a mérkőzéseinket, idegenben még kell 2, 3, 4, 5, 6 bravú, de gyakorlatilag hétről hétre mindig a győzelem reményében, de az fog dönteni, hogy ki hullajt el olyan pontokat, ami nem várt. Labdarúgóink legközelebb ismét rangadót fognak játszani a tavaly még első osztályban szereplő Vasas ellen. A nagymúltú fővárosi gárdát szeptember 9-én vasárnap fogadják Bogdányék Mezőkövesden. Az összecsapás 16:30-kor kezdődik a Városi Sportpályán.